Púpos és töredezett aszfalt a Gáz utcai garázssoron, már nem sokáig mutatja ezt a képet az utca. Szerda délután az önkormányzat átadta a munkaterületet, így már csak a kivitelezőn múlik, mikor kezdi majd a garázssor teljes felújítását. Gyakorlatilag egy pályaszerkezetcsere van a főpályán, illetve a lakótelepi parkolóknak a bekötő útjain egy koporítás csere fog történni, csapadék elvezetés fogjuk még felújítani, javítani. Ez utóbbi okozza ugyanis a legtöbb gondot a garázssoron. Az útpályáról a garázsokba folyik a víz eső esetén. Ezért is van már 2019 óta napirenden a felújítás, ami most közel 59 millió forintból el is kezdődhet. Ez egy nagyon fontos munka, mert itt tényleg az alá volt úgy betonozva, hogy amikor esett az eső, akkor a garázst elásztatta. És ez évek óta így van. Úgyhogy nagyon örülök neki, már 200 nemben ember írta alá nekünk ez 19-ben, hogy ők nagyon örülnének neki. Hát most is azt kérem, hogy csak az öröm legyen a fontos. Ugyanis a felújítás némi kellemetlenséggel is jár majd az ott lakók számára, akik a munkálatok idején nem tudnak majd a megszokott helyen parkolni. Erről azonban a kivitelező időben értesít majd mindenkit. Lesznek lezárások, hiszen burkolatot azt meg kell építeni, erről ki lesznek értesítve időben az érintett parkolóterületen álló gépjárművezetők. Egyrészt a gépjárművekre szórólapozás lesz, illetve minden lépcsőházba ki lesz majd függesztve, hogy mikortól nem tudnak beállni, illetve kiállni. Ez egy-egy parkolót külön-külön, tehát nem egyszerre fog érinteni. Az útpálya felújítás az megtörténhet félpályás lezárások mellett, esetleg aszfaltozás idejére egy pár órás korlátozás, teljes zárás lehet. Időjárás függvényében a munkák még idén elindulhatnak, és a tervek szerint egy-másfél hónapig tartanak majd. A garázssor másik oldalán pedig a Rákóczi utcai rész felújítása után jövő tavasszal indulhatnak a munkák.